Parlagfű szezon. A gyomnövény már szórja a levegőbe több milliárdnyi pollenjét. A régió kiemelten fertőzött területnek számít, a telek tulajdonosokra nagy felelősség hárul. Készülődés. Bár még csak július vége van, már megjelentek az iskolakezdési akciók a papír írószerboltokban. A nagy rohamra augusztus közepén számítanak az eladók. Hangolódnak, megkezdte a felkészülést a Victoria Trend Optika FC női élvonalbeli futballcsapata a 2016-17-es idényre. Az első edzéseken két új arc is feltűnt a keretben. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Hápezenhófer Brigitta. Jó estét kívánok! Kiemelkedően jó foglalkoztatási adatokat produkál Vas megye. Jelenleg 3,1% a munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez képest. Ez kerek 1%-kal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor. A megyében munkaerőhiány tapasztalható, a cégek egyre nehezebben találnak szakképzett munkaerőt. A Vas megye nagyon kedvező munkaerőpiaci helyzetben van. A megyék területi rangsorában is előkelő helyet foglalunk el. Ez az ábra azt mutatja, hogy évek óta folyamatosan csökken az álláskeresők száma. A júniusi statisztikák szerint 3925 főt tartottak nyilván Vas megyében, ami az előző évhez képest 20, az előző hónaphoz képest 36%-os csökkenés. Ez a 3,1%-os ráta kevesebb, mint fele az országos adatnak, és ezzel Vas harmadik a megyék rangsorában. 10 éve nem voltak ennyire kedvezőek a foglalkoztatási mutatók. Minden járásra nézve volt csökkenés, az ütem az eltérő mértékű volt, most legkedvezőbb helyzetben Szombathely és Sárvár környéke van, ez 2,7%-os rátát jelent mind a két területre vonatkozóan, és hát a Vasvár, a hátrányos helyzetű térségünk is 5,7%-os rátára csökkent le. Vas megyében munkaerőhiány tapasztalható, a betöltetlen álláshelyek száma több mint 3000. Leginkább fémipari szakmunkásokra van szükség, de a kereskedelemben, a vendéglátásban és az egészségügyben is vannak szabad státuszok bőven. Ehhez az elektronikai eszközök szervizelésével foglalkozó céghez 100 embert vennének fel akár azonnal. Körülbelül ennek a 100 főnek körülbelül fele, akik operátor, tehát általunk betanított munkásokat keresnénk, kollégákat keresnénk az iCore-hoz. A többi üres pozícióra pedig szakképzett munkaerőt. A szakképzett munkaerőből raktáros, főként műszerész kollégákat keresnénk elektronikai műszerész szakmában, illetve ugyanúgy az irodai állományban vannak üres pozícióink. Az ügyvezető azt mondja, már átszervezéseket kellett végrehajtani, hogy enyhítsék a munkaerőhiányt. Nehéz szakképzett munkaerőt találni, már egyfajta verseny is megindult a foglalkoztatók között a dolgozókért. A megyében közel 900 új álláshelyet jelentettek be a kormányhivatalnak júniusban. Július 1-től ellenőrzik a földhivatalok és az önkormányzatok, hogy a terület tulajdonosok lekaszálták-e földjeiken a parlagfüvet. Aki nem tette meg, 15 ezertől 5 millió forintig terjedő bírságra számíthat. A háborítatlan területeken már megjelentek az agresszív gyomnövényvirágbimbói. A parlagfű óriási mennyiségű pollent termel, egyetlen növény akár 2-8 milliárd szemvirágport is a levegőbe juttathat. Erősen allergizál, ezért az ellene való védekezés kiemelt fontosságú. A terület tulajdonosoknak június 30-áig kellett gondoskodniuk a növény irtásáról. Külterületen a járási földhivatal, belterületen az önkormányzat végzi a felderítést, legtöbbször lakossági bejelentés alapján. Nekünk meg is kell számolni egy 2x2 méteres négyzet területén, hogyha így magam elé képzelem, hogy mekkora a tőszám, illetve mekkora a parlagfű borítottság, majd a kézi számítógép ez alapján, amikor a jegyzőkönyv első részét elkészíti, egy átlagos borítottságot, vagy egy átlagos tőszámot rögzít. Vas megye kiemelten fertőzött régiónak számít. Az elmúlt években Szombathely környékén, az Őrségben és a Hegyháton adódott a legtöbb hatósági ügy. A növényvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést és szabja ki a bírságot. A büntetés összegét kül- és belterületen eltérően sávosan állapítják meg. Belterületen, hogyha mondjuk van netán egy kb. 1 hektáros terület, és belterületen is előfordul úgynevezett belterületi szántó, és az egy komolyabban elhanyagolt terület, ott 750 ezer forinttól indul a bírságolás, és egészen 5 millió forintig tarthat. Míg külterületen ez egy 100 hektáros területnek megfelelő terület nagyság.
Egyelőre csupán néhány bejelentés érkezett a hatósághoz parlagfűvel fertőzött területekről. Várhatóan aratás után a tarlókon jelenik majd meg nagyobb mennyiségben a gyomnövény, akkor az ügyek száma is ugrásszerűen növekedhet. A bejelentéseket regisztrációt követően az Élelmiszerbiztonsági Hatóság honlapján keresztül a járási földhivatalokban vagy a jegyzőnél lehet megtenni. A parlagfű virágzása akár októberig is eltarthat. Hiába tombol még a nyár, megkezdődtek az iskolaszerakciók a boltokban. A szakember arra figyelmeztet, hogy több helyen jelentős kedvezményekkel kecsegtetik a vásárlókat, mégis érdemes inkább a minőségi termékeket választani. Ez a kislány a toltartókat nézegeti a belvárosi írószerszaküzletben, szeretné a legjobbat és a legszebbet kiválasztani a következő tanévre, ezért kezdte már el most a tájékozódást. Ebben a boltban már régi tapasztalat, hogy a nyár közepén jellemzően az első osztályba induló gyermekek és szüleik kezdik meg a bevásárlást. A taktika az, hogy egy kicsit elhúzzák ezeket a beszerzéseket, és először mondjuk a táskát veszik meg, aztán lépcsőről lépcsőre beszerzik ugye az egyéb iskola kezdéshez szükséges anyagokat, mert hát azért 25-30 ezer forintot is el lehet költeni, csak írószerre, mondjuk iskolaszerre, meg táskára mondjuk ahhoz, hogy el lehessen indítani egy gyermeket. Fontos, hogy minőségi termék kerüljön a kosárba, mondja az üzletvezető, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egy olcsó áru kívánnivalót hagy maga után, és az iskolában sem fogadják el azt. A kisiskolásoknál pedig a táskaválasztásnál fontos szempont a gyermek egészsége is. A legfontosabb a gerinc oszlopnak a tehermentesítése, és a párnázottságnak a kiképzése az, hogy a gyermeknek a hátát ne nyomja sehol sem vágja be. Ez a táska például a gyermek hátának szellőzését is biztosítja, és van olyan is, amely kerekeken gurul. Érdemes tájékozódni, hogy az iskolák pontosan milyen füzeteket kérnek, hiszen intézményenként eltérő lehet az igény. A szaküzletben ebben is tudnak segíteni. Augusztus közepétől már a felső tagozatosok és a középiskolások, valamint egyetemisták körében is megnő az iskolaszerek iránti érdeklődés, de a tapasztalat szerint az igazi nagy roham az iskolakezdés előtti napokban várható. Ismét elérhető a Szombathely Visszavár pályázat. Megjelent a karneváli programfüzet. Közönség kedvenc lett a makrancos kata. Rövid hírekkel folytatjuk. Szeptember 30-áig pályázhatnak a fiatalok az önkormányzat által alapított Szombathely Visszavár ösztöndíjprogramra. Az A-típusú kiírásra felsőoktatási intézménybe felvételiző, hiányszakot megjelölő tanulók jelentkezhetnek. A B-típusú pályázat a már nappali tagozaton tanuló hallgatóknak szól, a C-típusú pedig az OK és képzésben résztvevőket segíti. A hiányszakmák körébe idén az óvodapedagógus, a gépész és villamosmérnök, a logopédus, a tanító, az orvos, a gyógypedagógus, az ápoló szakápoló, valamint az egészségügyi asszisztens és szakasszisztens képzések kerültek be. Az ösztöndíj havi összege 50 ezer forint. Részletek a szombathely.hu internetes oldalon. Augusztus 25-e és 28-a között rendezik meg a 17. Szavária történelmi karnevált. A közösségi tereken, vendéglátóhelyeken, intézményekben és a Turinform irodában már elérhető a programfüzet, amely részletesen tartalmazza, hol, mikor, milyen rendezvényekre érdemes kilátogatni. 20 helyszínre várják a karneválozókat ebben az évben. Felép mások mellett a Queen Bee, a Csík zenekar, az Anna and the Barbies, a Kis Csillag és Gerendás Péter is. A Kalandvárosban Grillusz Vilmossal és Bognár Szilvivel találkozhatnak a gyerekek. A történelmi témaparkban katonai hagyományőrzők ütnek tábort, ismét berendezik a Zsidó udvart, a Sörkertet és a Művészetek utcáját, nagy forgatag várható a Borok utcájában és az Öregváros vásárában. A felvonuláson a római kortól a II. Világháborúig láthatnak jelmezeseket a karneválozók. A Vörös Sándor Színház előadása a Makrancos Kata nyerte a közönség szavazást az idei Városmajori Színházi Szemlén. Hat vidéki és határon túli színház előadását láthatta a közönség, amelyek közül július 17-ig szavazhattak az általuk legjobbnak ítélt darabra az interneten. Összesen 326 szavazatot adtak le, ennek több mint a fele Alföldi Róbert rendezésére érkezett.
Hétfőn indult a harmadik számú cserkészkerület 10 évente megrendezett nagy tábora, melynek idén Szombathely ad otthont. A táborozóknak a Szent Márton jubileumi évhez kötődően a programokon keresztül lehetőségük nyílik elmélyíteni embertársaink iránt érzett felelősségünket. Tudodom ezt a lapot, töltsétek ki, és a tárlaton tehát találjátok meg a feladványokat. Az Izeumban oldanak meg feladványokat a Szent Márton táborban résztvevő kis cserkészek. A hét elején indult a cserkészkerület nagy tábora, melyen idén három megye nagyjából minden második cserkésze vesz részt a programokon. Szent Márton életútját végigkövetve, Szombathelyi kötődését végigkövetve ma például van egy cserkész városi akadályverseny, ahol megint csak tematikusan végigmennek a cserkészek mindazon helyen, ahol Szent Márton megfordulatot, illetve a hozzá kötődő dolgokat is felfedezhetik. A kis cserkészek kedden Szent Mártonnal ismerkedtek meg az Izeumban, ahol egy vezetett tárlaton fedezhették fel a szaváriai születésű szent korát és életét. A hét során a kicsik és a nagyobbak is kedvükre válogathatnak a sokszínű program kínálatból. Tegnap volt egy nagy tábortűz, faragtam, meg hát ilyesmiket csináltam. A tábor azonban nem csak a programokról, hanem új barátságok születéséről, egymás megismeréséről is szól. Most nagy tábor van, ezért új barátokat is szerezhetek, és én ezt nagyon élvezem, mert sok a túra, meg hát jó a közösség. A programsorozat részeként hétvégén ünnepi keretek között vehetik újra birtokukba a cserkészek a kerületi székházat. Szent Mártonról egy percben. A Szent Márton monostor apátja hívta Magyarországra téríteni Gellért püspököt. Ez a legenda is olvasható Szávai Tamás, Szent Márton tisztelete a Magyar Királyság történetében című könyvében. A Szentföldre induló Szent Gellért hajója a nagy viharos szél miatt a Dalmát partoknál egy monostornál kötött ki. Az állandó viharos szél miatt kényszerűségből a nagybőjt 40 napját ott töltötte. Éppen itt tartózkodott egykori jó barátja Rasina, a Szent Márton monostorának apátja. Rasina emlékeztette, hogy a Szentföldért való hadakozása világiaknak van rendelve. Tanácsa szerint inkább a magyar népnek van térítésre szüksége. Gellért a tanácsot megfogadta, Záráig hajózott, majd onnan Pécsre ment és Mór püspöknél jelentkezett. Szent István király örömmel fogadta, akinek bizalmi embere lett. 7 év bakonybéli remeteség után csanádi püspök lett. Pogány lázadás során 1046. szeptember 14-én vértanú halált szenvedett. Két válogatott játékost igazolt a nyári holtidényben a Viktória Trend Optika FC női labdarúgó csapata. Az Ausztriából visszatérő Tálosi Szabina és Tóth Alexandra már edzésbe is állt a szombathelyieknél. Megkezdte a felkészülést a következő szezonra a Viktória Trend Optika FC NB1-es női labdarúgó csapata. Csordás Csaba heti 5 edzést vezényel a keret tagjainak, akik között már ott van a két új szerzemény, Tálosi Szabina és Tóth Alexandra is. A foglalkozások zöme jelenleg a fizikai alapok megszerzésére irányul. 20 fős kerettel fogunk nekivágni a bajnokságnak, ugye most még nem teljes a keret, mert van egy nyaralónk, és van még egy-két apró sérültünk, ami azt jelenti, hogy egy vírusos betegségből a Kizsófi most épül föl, és a Horváth Vikinek meg a nyári szünetben volt, a lemezeket kivették a bokájából. A 25 esztendős Tóth Alexandra 2014-es távozását megelőzően 5 éven át viselte a Viktória FC mezét. Azt követően Ausztriában futballozott a válogatott védő, ahonnan most örömmel tért vissza. Így van, nagyon jó érzésekkel jöttem vissza, és célokkal is szeretnénk mindenképpen a bajnoki döntőbe játszani, illetve a kupában is szeretnénk döntőt játszani. A 74-szeres válogatott hátvéd Tálosi Szabina közel 4 év után tért vissza az osztrák Südburgenland együttesétől.
A Vasi Gárda egykori csapatkapitánya egy teljesen átalakult közegbe cseppent most bele. Hát mondhatjuk azt is, hogy ismerem is őket, meg nem is, ugyanis ezzel a kerettel abszolút nem dolgoztam együtt, egyedül a Csidei Klaudia volt akkor, még Viktóriás, amikor én is itt játszottam, illetve Tóth Alexander, akivel ugye most visszajöttünk Ausztriából. Ennek ellenére abszolút ismerem a társaságot, találkoztunk már, akár válogatott mérkőzéseken, vannak ugye válogatott kerettagok, tehát abszolút ismerjük egymást. A tervek szerint a Viktória FC több magyar, illetve osztrák csapattal játszik majd felkészülési mérkőzést. Az már biztos, hogy a Zalaegerszeg és a Neulenbach is az ellenfelek között lesz majd. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!